Szép violácska, kedves rózsácska, szerelmes Jézusom, világra jöttél, váltságunk lettél, én lelki orvosom. A zuglói Rózsafüzér királyné a plébánia templomban vagyunk. A felmenőimnek, a családomnak milyen köze van ezekhez a falakhoz, ehhez az épülethez. Édesapám közel 8 éven keresztül a gulágon volt, mint politikai fogoly. Bencés diák volt, és Olafszon Placid atyával együtt cserkészkedett, és ennek kapcsán került ő is ki a gulágra. És édesapám 1991-ig börtönviselt embernek számított, és mai agyammal nem tudom másnak nevezni, mint egy rendkívüli bátorságnak, hogy a két lányát a 60-as évek végétől folyamatosan hittanra járatta. Sík Zoli bácsi plébános atya idejében a diákmisén azt találták ki, hogy a prédikációhoz szervesen kötődjön egy költemény. És én vagy megtanultam, vagy felolvastam a költeményt, és tulajdonképpen ettől számítom azt, hogy állok, emberek szemében nézek, és megpróbálom átadni azt, amit gondolok. Szeretek-e színész lenni? Színésznek lenni? Nekem ez egy csodálatos önkifejező terápia. Sokszor, amikor tajtékoznék, vagy nekem ott van a lehetőség. Hát fellépek. Abban én bele tudom sűríteni a minek magunkat lassan ölni, nem jobb egyszerre megdögölni, írja József Attila. Tehát amikor ott adott nekem egy gondolatsor szakasz, akkor abban én oda bele tudom sűríteni, és ott le is cseng bennem. Megoldás sokszor az életemben a színészet. Huszonhat évvel ezelőtt, 1990 nyarán egy ilyen furcsa kanyarja volt, nem mondanám mélypontnak az életemben, amikor is kimentem Erdélybe valami más módon segít vinni, mint akkoriban nagyon sokan vittek könyvet, gyógyszert, élelmiszert, ruhát, és egy önálló esttel 2 hónapig jártam Erdélyt. Volt ennek egy önös titkos vágya, hogy igazából kellek-e én, szakmailag kellek-e színésznek. És olyan helyre akartam menni, ahol engem senki nem ismer, direkt egy olyan anyagot állítottunk össze, ami Erdélyben nem volt nagyon ismerős, és azt akartam, hogy na, lássunk, Uram Isten, mire megyünk. Volt egy csíkdánfalvai fellépés, ami egy életre nyomot hagyott bennem. Ott voltak idős néniktől kezdve mindenféle korosztály, és hát közvetlen tőlem 2 méterre, 2-3 méterre kamaszok köpködték a szotyolát a lábamhoz. Én ott mondtam Reményi Sándort, Lázár Ervint, Karinti Frigyest, gyújt a szotyola a lábam előtt, aztán vége volt az egésznek, és bementem az öltözőbe, és irgalmatlan sírásba törtem ki, hogy nem értékelik, amit teszek, de hát Dériné-eket is biztos megdobálták, meg az elődeimet. És aztán összecsomagoltunk, és indultunk el volna vissza Gyergyóditróba, amikor megállt a sofőr, mert azt látta, hogy a kavicson 2 kis öreg néni szalad át, hogy álljon meg a kocsi. És a 2 kis idős néni azt mondta, hogy kicsi művésznő, ne haragudjon, jöjjön vissza, és akkor még jobb közönsége lesz. Ez úgy megmaradt bennem, hogy ez most, hogy én mennyire oda voltam magamért, miközben tettem a dolgomat, és ugyanakkor, hogy hogyan bánok én a közönséggel, és a közönség hogy bánik velem. És egy életre megtanultam, hogy
hála Istennek, hogy ott van az a kamasz köpködje, a szotyorát engem nem érdekel, mert hinni kell abban, hogy valami megmarad. Szép violácska, kedves rózsácska, szerelmes Jézusom, világra jöttél, váltságunk lettél, én lelki orvosom.